Jeremiás könyve, 19. rész Az eltört cserépedény Ezt mondta az úr, menj el a fazekashoz, és vegyél tőle egy cserépkorsót. Azután végy magad mellé néhány embert a nép és a papok vénei közül, és menj ki a Benhinnóm völgybe, a fazekasok kapujának bejáratához, és hirdesd ott azokat az igéket, amelyeket én mondok neked. Ezt mond. Halljátok az úrigéjét, Júda királyai és Jeruzsálem lakói. Így szól a seregek ura, Izrael istene. Én olyan veszedelmet hozok erre a helyre, hogy belecsendül a füle annak, aki csak hallja. Mert elhagytak engem, ezt a helyet pedig idegenné számomra azzal, hogy más isteneknek tömjéneztek benne, akiket nem ismertek sem ők, sem őseik, sem Júda királyai. Sok ártatlan vért is ontottak ezen a helyen, halmokat is építettek balnak, hogy elégesség fiaikat égő áldozatul balnak, pedig ezt nem parancsoltam, nem rendeltem el, sőt, eszembe sem jutott. Azért eljön az az idő, így szól az úr, amikor nem Tófetnek nevezik többi ezt a helyet, sem hinnom völgynek, hanem az Öldöklés völgyének. Meghiúsítom ezen a helyen Júda és Jeruzsálem terveit. Kiszolgáltatom őket ellenségeiknek, akik az életükre törnek, hogy fegyverrel ejtsék el őket. Holtestüket pedig az égmadarainak és a föld állatainak adom eledelül. Ezt a várost pusztává és iszonyatossá teszem, és aki csak erre jár, megborzad, és iszonyat fogja el a várostért mindenféle csapás miatt. Megetetem velük fiaik és leányaik húsát, egyik ember megeszi a másiknak a húsát az ostrom és a szorongatás idején, amikor majd szorongatják őket ellenségeik, akik az életükre törnek. Ezután törd össze a korsót azoknak a férfiaknak szemelátára, akik veled mentek, és mond nekik, hogy így szól a seregek ura. Úgy összetöröm ezt a népet és ezt a várost, ahogyan összetörik a cserépedényt, úgy, hogy nem lehet többé megjavítani. A Tófetben pedig temetni fognak, mert másút nem lesz elég hely a temetkezéshez. Így cselekszem ezzel a helyjel és lakóival, így szól az Úr. A Tófethez teszem hasonlóvá ezt a várost. Jeruzsálem házai és Júda királyainak palotái olyan tisztátalanok lesznek, mint az egész Tófet, mindazokkal a házakkal együtt, amelyeknek a tetején az ég minden seregének tömjéneztek és italáldozatokat mutattak be más isteneknek. Pashúr kalodába záratja Jeremiást. Amikor Jeremiás visszatért a tófedből, ahová profétálni küldte az úr, kiállt az úrházának udvarára, és ezt mondta az egész népnek. Így szól a seregek ura, Izrael istene. El fogom hozni erre a városra, és a hozzátartozó többi városra mindazt a veszedelmet, amit kielentettem róla. Mert megmakacsolták magukat, és nem hallgattak az én igéimre.